Csaknem 14 milliárd forint uniós támogatást kapott Hajdú-Bihar a munkaerő kínálat és foglalkoztatottság növelésére a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz keretében. A Vármegyei Kormányhivatal mai debreceni projektnyitó rendezvényén a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár azt mondta, főként a fiatalabb és az idősebb korosztályban vannak még munkaerőtartalékok a foglalkoztatás további bővítésében. Hazánkban uniós átlag feletti a foglalkoztatottság. A regisztrált álláskeresők száma évről évre csökken, jelenleg 99 ezer, a munkaerőpiaci igények pedig egyre nagyobbak. A foglalkoztatottság további növelését segíti a 30 és 64 év közöttiek körében a munkaerőkínálat bővítési GINOP Plus és a 30 év alattiakra fókuszáló ifjúsági Garancia Plus támogatási projekt. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a nyitó rendezvényen hangsúlyozta, főként a fiatalabb és az idősebb korosztályban vannak még munkaerőtartalékok. Feszes a munkaerőpiac továbbra is, nehezen találjuk a használható embereket. Ez abból a szempontból jó, hogy amíg feszes a munkaerőpiac, addig a munkáltatók is, hogy mondjam, kényszerpályán vannak, és igyekeznek megtartani az embereiket, a használhatókat különösen, és mondjuk ez a bérdinamikát is segíti. Rácz Róbert vármegyei főispán elmondta, évek óta csökken a regisztrált álláskeresők száma Hajdú-Biharban, jelenleg mintegy 16 ezer, de ennél szélesebb rétegnek kínál többek között képzési és bértámogatást a két GINOP Plus projekt csaknem 14 milliárd forintos új vármegyei támogatási kerete. Azok, akik még a regisztrációig sem jutottak el, őket is szeretnénk most megszólítani és felkutatni, mert az a meggyőződésünk, hogy az a tény, hogy nincsenek regisztrálva álláskeresőként, nem jelenti azt, hogy nem alkalmasok akármilyen komoly munkaelvégzésére is, és szeretnénk őket kimozdítani ebből a statikus helyzetből, állapotból. Skultéti Éva, a projektnyitónak otthont adó Vármegyei Iparkamara főtitkára, Debrecen egyedülálló gazdasági fejlődési ütemére hívta fel a figyelmet, ami dinamizálta a munkaerőért folytatott versenyt a hajdú-bihari cégek között. Minden vállalkozónak, különösképpen a kis- és középvállalkozói szektorban a védtelenségét mindenféleképpen ki kell küszöbölnünk, vagy minimálisra csökkentenünk, ami elsősorban a versenyképesség növelésével lehetséges. A projektnyitón részletesen bemutatták a két GINOP Plus program foglalkoztatásbővítést segítő lehetőségeit. Emellett gyakorlati tapasztalatokat is megosztottak a résztvevőkkel a támogatott foglalkoztatás területén.